A Johannita segítőszolgálat korábban kerekesszékeket és textíliákat is adományozott a 60-i kórháznak. 60-ban is alapítottak egy szervezetet, így a közvetlenebb együttműködésnek köszönhetően még több segítség érkezhet a városba. Az ünnepélyes alakuló ülésen Stankovics Éva, az Albert Schweitzer Kórház főigazgatója hangsúlyozta, hogy az intézményük nagyon sokat köszönhet a Johannita rendnek, és most külön öröm számukra, hogy ezentúl 60-ban is van egy alapszervezetük. Az alapított tagok igyekeztek úgy összeállni, úgy csoportosulni, hogy a város minden szegletéből, vagy helyzetéből szerepeljenek benne, vegyenek részt ebben a munkában, hiszen így tudunk, én azt gondolom, hogy a jövőben is hatékonyan együttműködni. Horváth Riák polgármester elmondta, hogy tavaly ősszel fogalmazódott meg az igény arra, hogy a városban is megalakuljon a szervezet. Akkor nekikezdtek a szervezésnek és a munkának, amelynek eredménye ez a mostani aláírás. Másokat szolgálni az egyik legnemesebb emberi dolog. És mindenhol vannak olyan emberek, szervezetek, akik arra szorulnak, hogy őket segítség, vagy akár szolgálják őket. És az, hogy itt 60-ban létrejött ez a szervezet, én őszintén a város nevében mondom azt, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak, nagyon szépen köszönöm, hogy segíteni fognak bennünket, és nagyon szépen köszönöm azt a munkát, amit eddig már elvégeztek, és amelyet a jövőben el fognak végezni. Bánfi Miklós vezérlő kommendátor a Johannita rend történetéről beszélt. Leszögezte, hogy legfontosabb feladatuk a hitvédelme és a rászorulók támogatása. Rászoruló lehet az, akinek éppen nincs kenyere, rászoruló az, akinek nincs ruhája, nincs lakása, nincs egészsége, de rászoruló az is, és ez is nagyon fontos, akinek nincs egy jó szava. Porcsalmi László a segítőszolgálat működését mutatta be. Elsősorban a segélyszállítmányok. Nyilván ezt említem először, hiszen valahogy 60-nal is ennek kapcsán kerültünk kapcsolatba. Ugye érkeztek Németországból a segélyszállítmányok, Endre barátunk és a kinti Johannita kapcsolat segítségével, és akkor az került ide-oda, többek között 60-ba is. Az ünnepség végén ünnepélyesen átadták a Johannita segítőszolgálat zászlaját és pecsétjét, ezzel pedig hivatalosan is megalakult a 60-i alapszervezet.